Kovács András Péter humorista, aki nagyon viccesen rogyadozik saját keresztje alatt, amit három gyereke ácsol neki. Amíg mestere a kenyeret szaporítja, ő csupán a szót. Akkora pajzs neki a humor, amiben még ő maga is gyakran hasra esik. De talán most megúszza. Kovács András Péter. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Milyen nagy az arcom, mi? Jaj. Ti végig itt lesztek benne egyébként mögöttem? Úristen. Ez egy dolog, hogy Isten mindenhol ott van, de ti is. Jaj. Ti meg nagyon fiatalok vagytok. Mi a jeled? Úristen. Meddig vagytok elengedve, vagy hogy van? Jaj. Jaj, ezt azért döbbenet látni, 5000 ember. És ráadásul nem is leszek annyira vicces. Ugye nevén szólítás, néven szólítás, ez a motto, ez a téma, a vezérfonal, ami nagyon érdekes, mert ugye az Ószövetségben nem lehetett csak úgy Istennel egymást a nevünkön szólítani. Ugye nem ejthetted ki Isten nevét. Azok nagyon nehéz idők voltak. Próbáltál valami vallásos témáról beszélgetni valakivel. Tudod, kicsoda? Hát a... Mi? Ki? Ki a repülőgép pilóta, vagy ki? Hát ugye... Te most topolsz, vagy mi? Mondjad már. Mondjuk káromkodni is sokkal könnyebb lehetett, mert belerúgtál egy ilyen rettereteset a széklába, és csak annyi volt, hogy de nem mondhatom ki. És ugyanakkor viszont, akit nem szólíthatsz a nevén, azzal nem tudsz intim viszonyt kialakítani. Ugye, ha megtetszik egy lány fiúként, mert ugye katolikusok vagyunk, akkor is a legelső dolog, amit tudni akarsz róla, ugye, hogy mi a neve? Hogy hívják? Hát itt Magyarországon, Mexikóban az, hogy nézhet ki bajusz nélkül. De ugye, hogy a legelső, és utána már tudod a nevét, és ha rágondolsz, akkor a nevére gondolsz, és mondogatod magadban a nevét, és becézgeted. És ugyanez a helyzet Istennel. Hogy tudsz valakivel intim viszonyt ápolni, anélkül, ha nem mondhatod ki a nevét? Az Ószövetségben nem becézgették Istent, hanem félték. Félték Istent. Ugye nem mondom ki a nevét, mert vagy rám gyújt egy csipkebokrot, vagy összecsapja a fejem fölött a vörös tengert, vagy megdobál kőtáblával, vagy ugye mindig szörnyű nagy monumentális dolgok történtek, és rengett az ég és a föld, és pont ebben hozott azt. Ja, el tudom képzelni, a fáraó milyen ideges lehetett Egyiptom, amikor térdig jártak a sáskában. Mi ez? Sáska járás. Ki ezért a felelős? Egy nevet akarok. Hát, na. És ugye pont ebben hozott újat az új szövetség, hogy ki lehet mondani. El tudom képzelni az emberek örömét. Végre kimondhatjuk Isten nevét. És hogy hívják? Isten. Ott lehetett pici csalódottság, viszont kaptunk egy lakossági Istent, aki többé nem a zsidó nép istene volt, azon belül a főpapok istene, bent a szentélyek szentélyében, áldozati füstben, hanem mindenki, akit bárki nevén tud szólítani, és ami a még fontosabb, hogy ő is neveden szólít téged. Teljesen váratlanul, teljesen hirtelen, egyszer csak meglep. Én gyerekkoromban imádtam anyámat ijeszgetni. Mindig hoztam a leveses tálat, én ott voltam az ajtó mögött. Szerintem elég kiszámítható voltam így utólag. És mégis mindig megijedt, és mégis mindig majd eldobta a fazekat. És ugye a lányok nem szeretik, ha ijeszgetik őket. A lányok mindig úgy ijednek, hogy hányszor mondtam, hogy ezt soha többé ne csinálni, mert gyűlöm. Mi fiúk meg úgy ijedünk meg, mintha mi se történt volna. Hülyék vagytok, ne csináljátok már. Jaj. Ugye, mert mi fiúk ilyen kemények vagyunk, macsók vagyunk. Engem nem lehet megijeszteni, engem nem lehet meglepni. Engem nem lehet nevemen szólítani csak úgy. Nem a fenét, nem. Pont akkor, amikor nem is számítasz rá. Nem biztos, hogy akkor fognak neveden szólítani, amikor már fölvetted a szentségek felét, amikor te fuvolázol a leghangosabban a misén, a zenekarban, amikor te vagy a főminisztráns, amikor úgy húzogatod ki a bűneidet Jónáskor, mint Zimány Linda a szemöldökét. Lehet, hogy teljesen váratlanul, lehet, hogy épp egy heroinos álomból ébredsz, lehet, hogy pont a gyerekedet ütötted meg, lehet, hogy úgy lepnek meg, mint Szent Ágostont, aki fiatalon mindenkivel lefeküdt, még a nőkkel is.
És mégis ő lett Szent Ágoston. Nem tudod, hogy mi lesz az a pillanat. Lehet, hogy úgy jársz, mint én, aki már 8 éve minisztráltam, bérmáltam, első áldoztam, egyházi gimibe jártam, ott ültem 15 évesen az osztálymisén, röhögcséltem a harmadik sorban az osztálytársaimmal, amikor azt éreztem, hogy valami a levegőbe emel, valami megölel, valami dédelget, valami nagyon-nagyon-nagyon szeret. És amíg a többiek ugyanúgy röhögcséltek tovább, én azt éreztem, hogy úgy facsarják a szívemből a könnyeket, mint szivacsból a vizet. És aztán hazamentem 20 centivel a föld fölött, mert az is olyan volt még, mintha vinnének a tenyerükön. És még otthon elalváskor is bőgtem, és napok teltek el, mire egyáltalán visszamertem szólítani, és mire kimertem mondani én is azt, hogy mi szólított meg, hogy ki szólított meg. Ő szólított meg először, és csak utána napok múltán mertem én is megszólítani őt. Én egyáltalán nem vagyok mint a keresztény, sőt, néha lútbőrözöm ettől a kifejezéstől, hogy olyan jó katolikus, olyan rendes keresztény. Ez nekem mindig azt jelentette, hogy olyan jó indulatú balfék. Mindig, én humorista vagyok, cinikus vagyok, mindig mindent kívülről nézek, mindig mindent iróniával nézek, keresem a dolgokban az abszurditást, a pojácaságot, a visszásságot, a hamisságot. Mindenben, saját magamban is, ugyanígy az egyházban is, ugyanígy a papságban is. Nem vagyok ott minden vasárnap a szentmisén, nem csevegek kedélyesen a többi nagycsaládossal mise után, nincsenek pap haverjaim. Mindenben kételkedem, egy dologban nem kételkedem, hogy Isten ott van az ajtó mögött, és megszólít, és meg fog szólítani akkor is, ha hónapokig nem nyitom ki az ajtót, mert van olyan. Úgy vagyok felnőtt, ahogy más felnőtt a szüleitől. Nem hívogatod őket naponta, nem lógsz a nyakukon, megoldod az életedet, kézben tartod az életedet. Én ugyanígy vagyok, kontrollálom a dolgokat, eltartom a családomat, szépen egy ösvényen terelgetem az életemet, amit lehet megoldok önerőből, és Istennel csak úgy tartom a kapcsolatot, mint mások a szüleikkel, néha rácsörülök, hogy oké, köszi, minden rendben, minden faja, de most rohanok. De tudom, hogy mindig ott van az ajtó mögött. Bármikor. És közben nem lóg a nyakamon, nem nehezter rám, nem dorgál, hogy hol voltál már megint, meddig kell rád várni, nem hívtál, miért nem hívtál, ezt is én csináljam, mennyire fontos neked az egész. Mindig ott van. És mindig vár. Fiatal koromban, amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor volt bennem egy hatalmas nagy görcs, egy nagyon nagy megfelelni akarás, és egy folyamatos bűntudat, hogy nem vagyok elég jó. Bezzeg mások, bezzeg a közösségben a többiek. Miért hagytam ki egy pénteket, miért hagytam ki egy vasárnapot? És aztán később ez elmúlt. És ezzel megszűnt egy nagyon nagy nyomás rajtam. Némileg felszabadultam. Ugye van ez a hasonlat a nyájról és az elcsatangolt bárányról. Valahogy azt hiszük, hogy ez a dolog, ez egy nyáj, ami egy békésen legelészik egy füves réten. Valójában hegyi kecskék vagyunk, akik mászunk fölfelé a sziklákon, a meredek sziklákon, az éles sziklákon, a kemény sziklákon, néha vérző patával. És ha egyikünk, másikunk néha elcsatangol, akkor lehet, hogy csak egy másik utat keres, ami lehet, hogy hosszabb, lehet, hogy rövidebb, lehet, hogy zegzugosabb, lehet, hogy fájdalmasabb, de akkor is a csúcs a cél. És ez nem verseny. Nem azt kell nézni, hogy a másik már mennyire tart. Nem azt kell nézni, mint az edzőteremben, hogy ő hogy tud több súlyt pakolni a tárcsára. Miért ő az osztályfőnök kedvence. Ez mindenkinek egyéni. Isten lehet, hogy meg fog szólítani. Lehet, hogy csak a válladon vereget meg, és észre se veszed. Lehet, hogy már évek óta a sarokból pisszeg neked. Lehet, hogy egyszer előugrik az ajtó mögül, és rád veti magát. De ha ez így lesz, akkor ez nem az érdemeid miatt lesz, hanem azért, mert szeret. Szeresd az Istent, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Én ezt kiegészíteném egy harmadikkal. Szeresd magadat úgy, ahogy Isten szeret téged. Tartsd magad méltónak. Hova lett volna Mária Magdolna és Jézus barátsága? Képzeld el. Gyere velem, nem jöhetek. De gyere, de nem én egy prostituált. De gyere, nem lehet. De igen, lehet. Isten az egyik legtürelmesebb lény, akit ismerek. A másik az adásrendező kint a közvetítőkocsiba, aki próbál lekövetni kamerával. De ő mindig ott van, és mindig van. Gyere! De nem lehet. De gyere! De
Biztos? Igen, gyere már. Gyere már. Komolyan szerintem néha neki kellemetlen, amit művelnie kell velünk. Nem tudom, melyikőtöknek van kutyája. Ő egy kutya. Kutyamód viselkedik, de pont ezért szereted, mint egy kutya. Nincsenek ilyen párbeszédek, hogy gyere ide. Ja, nem lehet, én csak egy kutya vagyok. Gyere már ide. Nem, loncsos, lompos vagyok kicsit. Gyere ide, megdugodjaszlak, gyere. Széttéptem a papucsodat. Na és, gyere ide, te vagy a kutyám. Ugye szereted őt pont azért, mert egy kutya. Sőt, állítólag egyesek macskákat is szeretne. Kár, hogy Jézus korában még nem burjázott annyira a hobbi állattartás, így nem születhettek példabeszédek a témakörbe vágóan, ezért én hoztam most egyet. Volt egy ember, úgy hívták Simeon. Bölcsember volt, és egy napon, mikor tartott haza, azt látta, hogy egy Yorkshire terrier ül a kapuja előtt. És mivel Simeon bölcsember volt, ismerte a Yorkshire terrier nevét, és nevén szólította. Kimberly. De Kimberly nem gondolta azt, hogy szólítják, Kimberly azt gondolta, hogy szidják. Hiszen már annyiszor hallotta a gazdájától. Kimberly! 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 Mert Kimberly úgy volt vele, hogy én egy bűnös kutya vagyok, én egy gyarló kutya vagyok, én nem vagyok méltó kutya. Pedig Simeon csak a kezébe szerette volna venni őt, felemelni őt. De Kimberly nem hallgatott a hívásra. Nem úgy, mint Bandi a dándog. Aki hatalmas testű kutya volt, nagy kalla, csorgott a pofájából a nyál, és a farkának egyetlen suhításával képes volt vázákat lesöpörni szekrényekről. Ő, és ő le is söpörte. Élt a lehetősége, mert hiszen egyszer élünk nagy testű kutyaként, ráadásul csak 8-9 évig. És ő azonnal felelt a hívásra, még akkor is, ha Simeon azt mondta, hogy Kimberly. És Bandi boldogan, lobogó nyállal, repülő fülekkel szaladt Simeonhoz. A kérdés, vajon ki járt jobban? Kimberly a Yorkshire terrier? Bandi a dándog? Vagy Simeon a sintér? Mert hogy Simeon sintér volt. Ez volt a dolga. Ráadásul ateista, ugye, mert jó ízlésű keresztény ember nem megy sintérnek. Ám egy napon, mikor éppen Kimberlyt próbálta begyűjteni, megszólították Simeont is. Simeon. És Simeon arra gondolt, végül is van a bandában prostituált, vámos, ott van Szent Péter, aki háromszor tagadta meg Jézust, ott van Szent Pál, aki üldözte a keresztényeket. Miért ne férne el a brigádban egy sintér is? Én nem vagyok egy makulátlan ember, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy a gyerekeim úgy szólítanak, apa, és az ölembe másznak. Isten pedig úgy szólít, fiam, és az ölébe vesz. Sziasztok!